Kedves testvéreink, barátaim, nyissuk ki Istenünk igéjét Sámuel első könyvének a 25. részénél, és ebből is a 21. verstől a 35. versig tartó szakaszt fogjuk majd olvasni. Álljunk föl, és így kövessük Istenünk igéjét. Az ige olvasása után majd Bognár Tibor testvéremet kérem, elől az orgona mellál van, hogy a... Tehát Sámuel első könyve 25. rész 21. versétől. Dávid azt mondta, bizony hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon Isten Dávid ellenségeivel most és mindenkor, hogy reggelre egyetlen férfit sem hagyok meg mindabból, ami az övé. Amikor Abigail megpillantotta Dávidot, sietve leszállt a szamáról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. Lábai elé borult, és ezt mondta, Uram, én vagyok a bűnös. Hadd szóljon mégis hozzád szolgáló lányod, és hallgass meg szolgáló lányod szavát. Kérlek, Uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve, bolond. A neve, hát bolondságot csinál. A te szolgáló lányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, uram, az élő ura és az életemre mondom, hogy az úr tartott téged vissza a vérontástól, és attól, hogy te magad állj bosszút. Úgy járjanak a ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet a szolgáló lányod hozott neked, uram, adják a legényeknek, akik azt az én urammal járnak együtt. Bocsáss meg azért szolgáló lányod hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan maradandóvá teszi az úr. Hiszen az úr harcait harcolod, uram, és nincs benned semmi rossz, ami ottan jelsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életedet, uram, akkor is az élők erszényében lesz kötve Istenednél, az úrnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. Ha majd az úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és te magad álltál bosszút, uram. És ha majd az úr jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg szolgáló lányodról. Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy én magam álljak bosszút. Bizony az élő úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem jössz elém sietve, akkor reggelre egyetlen férfit sem maradt volna Nábál házában. Azután átvette Dávid az asszonytól, amit hozott, és azt mondta neki, menj haza békességgel, lásd, hallgattam a szavadra, és megbocsátottam. Imádkozzunk. Mennyei édesanyánk, hálásan köszönjük neked a mai üzenetet. Köszönjük azt, hogy te mindig ellátsz bennünket, mindig olyan üzenettel és olyan jó hírrel, amit, hogyha ezt megértjük, és a szívünkbe befogadjuk, akkor békességünk, nyugalmunk és szeretetünk lesz mindenben. Köszönjük neked a mai napot, köszönjük azt, hogy a mi üzenetet kaptánk tőled, azt mi be tudjuk fogadni, és így tudjunk élni minden nap. Minden nap az életünk során, ami hátra van még, köszönjük neked azt, hogy megtartottál bennünket idáig, vigyáztál ránk, és oltalmaztál bennünket mindentől. Hálásak vagyunk ezért neked. Jézus nevében kérünk, maradj velünk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, a gyermekeink pedig elindulnak majd a foglalkozásra. A legkisebbektől óvodás, óvodás alatt, alsós, felsős kategóriában is. Nekik is meg lesz a saját Isten tiszteletük, a saját tanításuk. Mi pedig Isten igéjét kezdjük el most tanulmányozni az alapján, hogy mi az, amit Isten az életünkbe, a szívünkbe beszeretne építeni ezzel a kérdéskel kapcsolatban, hogy amikor igazságtalanság ér bennünket, azt hogyan fogjuk leregálni, mit válaszolunk az igazságtalanságokra, ami a családban, a környezetünkben, a munkahelyünkön, vagy éppen a testvéreink között ér bennünket.
Dávid története mindig egy nagy tanulság, hiszen Dávid hitéből lehet azt tanulni, hogy a saját életünkben is a hit hogyan működik. Igaz, hogy Dávid nem Jézus korában élt, mégis a hite, az Istennel való kapcsolata egyértelműen segíthet bennünket új szövetségben élőknek is, akik Jézus Krisztust befogadtuk az életünkben, hogy Isten milyen formában akar bennünket vezetni. Messze meghaladta Dávid a korát ezzel a hitével, ezzel a ragaszkodásával Isten igéhez, és az elmúlt időszakban többször belepillantottunk az ő életébe, és láttuk, hogy egyre nehezebb helyzetbe került, miután Isten a Sámuel proféta által fölkente királyá. Most, ha visszaforgatnánk az időkerekét, és azt mondanánk, mi lett volna, ha Dávidot nem keni föl Sámuel királyá, akkor valószínűleg egy sokkal nyugodtabb élete lett volna. Nem került volna ilyen nehéz helyzetbe, hogy a király elkezd féltékenykedni vele kapcsolatban, leélhette volna talán nyugodtabban az életét. Nem biztos, mert ez csak egy feltételezés, de valószínűleg egy egyszerűbb életet élhetett volna. Viszont mindannyiszor, amikor Isten megszólít bennünket, elhív valamilyen feladatra, szolgálatba az élettel, az egy felelősséggel is jár. Hihetetlen kitüntető, de biztos, hogy sok nehézségen keresztül tudjuk majd azt megvalósítani. És abban benne lesznek olyanok is, amikor mások bántanak, piszkálnak, nem értenek, és olyan is lesz, hogy mi magunk leszünk kevesek hozzá, elbukunk akár benne, mint Dávid is, de az Istennek az akarat, az elhívás annak ellenére szeretné, hogyha kibontakozna az életünkbe. És ennek egyik problématikája lehet, ennek nehézsége, hogyha nem tudjuk jól kezelni az igazságérzetünket. Tehát ha valami bántás ér bennünket, akkor abban mit is kezdünk. Láthattuk, hiszen többször volt róla szó, hogy Dávidot, amikor Saul a király, aki még király volt, Isten nem vette az életét, és Dávid mindvégig ezt tisztelte, hogy az Isten nem vette el Saul életét, és úgy gondolta, hogy ő neki nincs joga arra, akkor sem, ha már fölkent király volt, vagy Isten fölkente őt, hogy elvegye Saul életét. Mert csak az Istennek van erre joga. Isten dönti el majd, hogy ezt mikor történik meg. Dávid így is tisztelte az életet, hogy mivel az Isten döntését tisztelte, ezért így is tekintett rá. Függetlenül, hogy neki ez a legrosszabbat hozta el az életébe, el kellett menekülnie a saját hazájából, át kellett mennie később az ellenséghez is, hogy egyáltalán védelem alatt legyen. Hát milyen szörnyű, hogy az ellenségemhez kell oda menni ahhoz, hogy egyáltalán az életem védelem alatt legyen. És mindeközben ezekben a nehézségekben, a Zsoltárok könyvéből, amiket közül sokat Dávid írt, nyomon követhetjük, hogy Dávidnak mi történt a lelkében, hogyan érezte magát. Hát nyomorultul, de közben valahogy mégis Isten kezébe, Isten tegyerébe. Tehát az a kép, amit mond, hogy asztal terítesz nekem az ellenségeim szeme láttára, és csordultig van poharam, ezt átélni a nehézségek között csak akkor lehet, és arra is hív bennünket az Úr, amikor vele vagyunk egy olyan közösségben, ami független a környezetünktől, a nehézségeinktől, a terheinktől, mégiscsak Isten tölt meg bennünket ilyen túlcsorduló élettel. De ezt nem mindig így éljük meg. Ahogyan Dávidtól is azért tanulhatunk, mert ő is ugyanolyan ember volt, aki ugyanúgy érezte magát akkor, amikor igazságtalanság éri az életét, és érte is az életét. Péter első levelének a második részében, a 9. versben van egy nehéz igénk. 1 Péter 2:9, akkor szerintem elnéztem. Ez is egy csodálatos ige vers, az, hogy választott nemzetség vagytok, királyi papság, hirdessétek annak a csodálatos tetteit, akik világosságra hívott el titeket. Arra akartam utalni, arra az igére, hogy Isten
ért egy olyan életet is tudni kell vállalni, amikor igazságtalanul szenvedünk. Amikor az igazságérzetünk pont világosan jelzi azt, hogy ennek nem így kéne lenni. Dávid pont egy ilyen helyzetbe került, miközben bújdosott, miközben menekülnie kellett. Nábál, aki egy gazdag földbirtokos volt, akinek sok nagy vagyona volt, annak a jószágaira, a birtokára úgymond vigyáztak, hogy ne legyen semmi bajuk, és ezt ki is mondják a szolgái, nem olvastuk fel az egész történetet. És akkor, amikor megtehette volna Nábál, hogy ezt a segítséget megköszöni Dávidnak, akkor ezt teljesen elutasította. Szinte elkergette Dávidot, illetve hát a legényeit, a katonáit, akiket oda küldött. És itt csatlakoztunk ebben a történetben, amikor Dávidot ez teljesen fölháborította. Hogy ők próbáltak a legjobb szándékukkal és a legjobb indulatukkal ott lenni másik mellett, Nábál mellett, és egy ilyen teljes elutasítást, egy ilyen nem közönyt, hanem teljes mértékben egy elzárkózást lehetett lenni, és még annál is többet, hiszen megítélték őket. Így fejezi ki ez Dávid. Bizony hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Ez egy nagyon nehéz helyzet az életünkben. Hiszen ezt átélhetjük, hogy úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy jót tettünk, gondoljuk csak a családba, akármilyen szinten, házasság, vagy éppen gyermek-szülő viszonylatában, hogy mi jót tettünk, a legjobbat adtuk, és mégis valahogy nem értékelik ezt, sőt, igazából valami rosszal viszonozzák, egy rossz megjegyzéssel, egy olyan kiakadással, amit úgy gondoljuk, hogy nem érdemeljük meg. És ez azért nehéz, vagy azért fontos, hogy itt is megértsük azt, hogy a hitünk az egy másik úton tud vezetni bennünket, mint az érzéseink, az emberi indulatunk, mert nem mindegy, hogy én akarok igazságot szolgáltatni, vagy merem rábízni ezt a mindenható Istenre. Tehát, hogy én magam akarom a kezembe venni, vagy merek bízni abban, hogy az Isten ezt meg fogja ítélni igazságosan. Ez hit kérdése. Nagyon könnyű út az, amikor azt mondom, hogy én szeretnék besegíteni az Istennek. Mert úgy gondolom, hogy rajtam keresztül fog majd valakit úgymond megleckéztetni. Velem rosszat tett, nekem is meg kell tennem. És ez diktálja az emberi igazságérzetünk, hogy ha bántottak, akkor ezt meg kell torolni. A törvény erről szól, nem kell meglepődnünk, ez az emberi törvény, ez a törvényben is. Szemet szemért, fogad fogért. Nincs ebben semmi csodálatos, hogy ezt így érezzük belülről, hogy ez az igazságos. És tényleg ez az igazságos. Ez az, amit számon kérhető, és hogy meg kell tenni. Nem az a kérdés, hogy ez az igazságos, hanem hogy én vagyok-e a bíró, hogy ezt nekem kell megtennem, vagy rámerem bízni az igaz bírólra, hogy tudja, hogy mikor kell számon kérni valakit. Amikor a saját kezembe veszem a számonkérést és az ítéletet, akkor legtöbbször el is engedem az Isten kezét. És ez egy nagyon veszélyes út. Olyan helyzetekbe kerülhetek bele, mint Dávid, kiderül a végén, hogy bosszút állt volna emiatt, de valami olyat tett volna, mint már nem az Istennek az útja. Emlékszünk, hogy Dávid szinte majdnem minden lépésénél kikérte az Úr véleményét. Elinduljak-e? Ne. Menjek-e? Ne. Merre menjek? Itt nem olvasunk, hogy bármilyen véleményét kikérte volna az Úrnak. Hogy megtámadjam-e Nábált, és eltöröljem a földszínéről. Nem kérdezte meg az Urat, egy dologra hallgatott, hogy ő neki mi volt a véleménye. Saját érzése. És ugye tiszta szívvel ölni lehet.
ahogy a költőnk is mondja. Mert hogy tényleg ez fakad belőlünk. Ilyenek vagyunk, és ez egy emberi kérdés. Csak hát pont emiatt kellett eljönnie Jézus Krisztusnak, hogy ebből szabadítson ki. És ez nem is olyan egyszerű. Hogy megtanuljuk, hogy mit jelent, amit Jézus megélt, hogy alázatos, szelíd szívű, hogy teljesen Istenre rá merte bízni magát, és nem állt bosszút. Jézusnak volt miért, de mondhatnánk azt, hogy hát igen, ő ezt a szolgálatot végezte el, hogy meghalljon értünk, ezért nem állt bosszút, pedig megtehette volna. Tehát mi Jézus követjük. Pont a mi életünkön keresztül akarja még Isten megmutatni, hogy nem a bosszúállás, nem az ítélkezés az útja az ő munkájának. Nem így tudunk megmenteni másokat. Nem így tudjuk a saját békességünket megőrizni, vagy a saját utunkat is. Egyébként tudjuk azt, hogy az is nagyon bántó, ha a jóságunkat egyáltalán nem értékelik. Hogy valamit jót teszünk, de nem dicsérnek meg ezért. Nem emelik ki. Nem méltóképpen jegyzik meg. Lukács evangélium 17. rész, 17. versben látjuk azt, hogy ilyenek vagyunk. 10 szinte halálra ítélt embert, leprás embert, aki nem számíthatott semmi gyógyulásra, már Jézus meggyógyított, és egyetlen egy volt az, aki visszajött, hogy hálát adjon. És az is samáriai volt, idegen volt. Az a helyzet, hogy körülbelül ez a 10-es szám, ez jól mutatja azt, hogy mi a problémánk. Általában igaz az, hogy 10-szer kevesebbet adunk hálát, 10-szer kevesebbet köszönünk meg, mint amit történt velünk. Persze ezt magunkra nem így gondoljuk, mi úgy gondoljuk, hogy mindenért megköszönjük, de hogy is. Hát egyszer leírnád azt, hogy mennyi mindenért lehetsz hálás, hogy nem is mennyi embernek, akkor kiderül legalább 10-szeresen, mint amitért megköszönsz. Gondold, hogy hány embernek köszönöd meg naponta különböző dolgokat, amit megtesz. Azért nem tesszük meg sokszor, mert természetes. És hát van egy másik fele is az éremnek, egy másik oldal. Általában 10-szer többet panaszkodunk, mint amennyi egészséges lenne. 10-szer több rossz dolgot mondunk el másokról, mint amit kellene. Most ez a 10 innen ered, hogy 10-ből csak egy volt az, aki visszajött. 10-szer annyinak kellett volna lenni a háladásnak. 10-szer annyinak. Ez az életünkben is érdemes odafigyelni, mert erre visz az önző lelkünk, hogy sokkal kevésbé legyünk hálásak, és sokkal többet panaszkodjunk. Mert az Isten ebben is szeretne tanítani, és hát Jézus Krisztusra van szükségünk ebben is, és igenis problémánk támad abból, és rosszul érezzük azt is, hogyha jót teszünk bárhol, nem értékelik megfelelően. Ugyanez a kérdés, hogy elhiszem-e azt, hogy amit teszek, az az Isten előtt értékes. Azt az Isten értékelni fogja. Ha igen, akkor a szívemben is helyére kerül, a lelkemben is helyére kerül, és nem várok el emberektől feltétlenül dicséretet. Ez megint csak hit kérdése. Ha ez kimarad, akkor igenis várni fogok emberektől dicséretet, és ebből az a nehéz, vagy legalábbis elfogadást és megbecsülést, ha nem kapom meg, akkor rossz, nagyon rosszul fogom érezni magamat, és úgy gondolom, hogy vagy értéktelen vagyok, vagy éppen ellenkezőleg, akkor nekem is mások felé így kell viszonyulnom, és én sem fogom akkor a többieket, vagy másokat értékelni. Ha megértem azt, hogy milyen értékes vagyok az Úr kezébe, és minden, a legkisebb dolog is, amit senki nem értékel, de az Isten pontosan látja. És nem, hogy értékeli, hanem még meg is jutalmaz érte. A Bibliának van egy nagyon világos üzenete erről, hogy mindazt, amit Jézus nevében teszünk, az Istennél számon van tartva. És értékesnek tart, és a mi értékünk lesz. Minél inkább
látom ezt az értéket, annál biztos, békességesebb és biztonságosabb az életem. Mert nem emberektől függök, se pozitív, se negatív irányba, se akkor, hogy megdicsérnek, sem abban, hogyha rosszat mondanak rólam, hanem merem rábízni ezt az Istenre. Hú, ez egy nagy tanulási folyamat. Dávid életében is látszik, hogy ez bizony ilyen eseten keresztül kellett tanulni, másoknak kellett, Abigail volt az, aki segített ebbe a tanulási folyamatában, mert bizony elbukott volna enélkül. És néha segítségre szorulunk ebbe, hogy ne a rossz utat válasszuk. De annyira jó megnyugodni az Istennek ebbe a kezébe. Még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy nem fontos másokat értékelni. És igenis tedd meg, hogy másokat értékelj. És kifejezd a háládat, a köszönetedet. És vedd észre a másiknak a szívét, a lelkét, amikor jót tesz. A családban is, a munkahelyen, bárhol máshol. Szabad. Egyébként mondhatnánk azt, hogy ingyen van az, hogy megköszönök valamit. Mégis hiába van ingyen, mégsem használjuk. Tehát, hogy ez nem olyan dolog, hogy ezért valamit kéne fizetni. De egyébként kell. A büszkeségünkkel kell néha figyelni. A saját énünkkel, az egónknak a félretételűvel, hogy megköszönjek valamit. Csak ez úgy látszik nehezebb, mintha pénzt kéne adni valamiért. Ez egy nehéz lecke, de ez a győzelemnek is a kulcsa. 1 Péter 2.20-ba, azt hiszem az előző, de milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedés, az kedves az Isten szemében. Ez egy nagyon nehéz tanítás. Látszólag nem, de abban nehéz, hogy az ördög azt mondja, hogy hát, ha ezt teszed, akkor te ilyen lábtörlő ember leszel. Hogy mindenki beletörölheti a lábát az életedbe, mert neked úgy is csöndbe kell lenned, és kitartóan tűrni érte a szenvedést. Semmi közehez. Jézus egy lábtartó volt, akiben mindenki beletörhölhette a lábát. Látszólag egyébként így is lehetett nézni, de valójában pont ellenkezőleg történt. Ő volt a legerősebb. Az, akinek még az sem számított, hogyha valaki azt hitte, hogy belerúghat, vagy leköpheti, megszégyenítheti. Mert ezzel is abban a szolgálatban volt bele, amit az Isten adott. És itt a kulcs ez, hogy az életem az Isten kezében van-e. Amikor csak az emberektől függök, akkor tényleg ilyen lábtörlő életem lesz, ha másoknak akarok kedvezni, hogy belém lehet rúgni, belém lehet törölni a lábukat, és akkor úgy érzem, hogy semmi vagyok. Amikor az Isten kezében leszek, akkor megfordul minden. Egy olyan eszköz lehetek az Úr kezében, ami másoknak ad lehetőséget, esélyt, hogy felismerjék az Istennek a szeretetét. De ebben benne van ez is, hogy én nem ugyanazt az utat választom, mint ami az emberi akaratomból fakad, hogy megbosszuljam maga, amit velem tettek. Hanem, hogyha valamire úgymond kényszerítenek is, azt keresem, hogy hogyan tudom megmutatni benne az Isten szeretetét. És ez az a lecke, amit Jézustól lehet megtanulni. Ez nem emberi dolog, nem olyan, hogy egy viselkedés mintát másoktól ellesek, hanem olyan, amit Jézustól kell kérnem azt, hogy tanítson meg. És ne csodálkozzunk, hogy nehéz helyzeteken keresztül fog megtanítani. Vannak olyan családi, munkahelyi konfliktusok, amikor nem értjük, hogy miért történnek ezek. És nagyon szenvedünk tőlük. És lehet, hogy a végén derül ki, vagy visszanézve tekinthetünk rá, hogy ez azért történt, hogy ezeket megtanuljam. Mert Isten pont ezekben a helyzetekben nem nekem akarta csak megtanítom, azzal, hogy nekem tanította, másoknak is segíteni akart. Mind ahogyan itt Abigailnak is, Nábálnak nem lehetett már segíteni, úgy tűnik a történet folytatásából, de Abigailnak igen, aki később egyébként felesége is lesz Dávidnak.
De ez a győzelmem kulcsa. Mert nem az a lényeg, hogy én győzzek, és ez a különbség a kettő között, hogy én akarok-e győzni mások felett, megmutatni, hogy erős vagyok, vagy azt szeretném, hogy Isten győzzön. Ez a küzdelem a lelkemről szól igazából. A Róma 12.21-ben úgy fejezi ki ezt az ige, hogy ne győzzön le téged a rossz, engem. Mert ezekben a helyzetekben az a veszély, hogy engem gyűr maga alá rossz, hogy ugyanazzal az eszközzel válaszolok, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Csak akkor tudok a jóval a rossz felett győzni, ha van jó bennem. Ha van kitől jót kapnom. Ha megengedem, hogy az egyedüli jó, az Isten, uralkodjon a szívembe. És ha nem, akkor oda menjek hozzá. Vagy elfogadjam valakinek a segítségét, aki rádöbbent arra, hogy most a rossz lett az életemben az Úr, és így akarok válaszolni. Az Úr harcait, vagy a sajátomét harcolom. Az Úr harcait, vagy a sajátomét. Amíg ezt a megjegyzést tett a 28. versben, az 1 Sámuel 25-28-ban, hogy hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. Az Úr harcait harcolod, vagy a sajátomat. Mi szeretnénk azt gondolni, és így is szoktuk menni, hogy csinálunk valamit, Uram, gyere velem. Légy velem. Körülbelül olyan, mint hogy én harcolok, és te segíts meg. De Isten igéje arra vezet el, hogy megértsem azt, hogy ez fordítva van. Az Úr szeretne meghívni, belehívni, megtanítani, hogy az ő harcaiba legyenek bele. Nem azt kell, hogy én hívjam meg a harcaimban, hanem hogy az ő harcaiban tudjak benne lenni. És már akkor egészen más jelent ez. Hogy az Úr harcait harcol. Honnan tudhatom, hogy az Úr harcait, vagy a saját harcait, a harcaimat harcolom? Hát több szempontból is. Az egyik az, hogy emberek ellen, vagy a gonoszság ellen harcolok. Az Efézus 6.12-ben olvassuk azt, hogy nem testvér ellen, nem emberek ellen kell harcolnunk, hanem a gonoszságnak különböző formái ellen, amit emberekben is megjelenik, de akkor sem az emberek ellen. Ezt hihetetlen sokszor eltévesztettem, még maga a keresztény világ is. A gonoszság. Van komoly harcunk. De lássuk, meg kell látni mindig emögött, hogy nem emberek vannak itt, hanem a gonosz van mögötte. Ez egy nagy... Amikor emberekre haragszunk, és nem a gonoszságra, akkor láthatjuk, hogy az Úr harcait harcolom, vagy a sajátjaimat. A másik az, hogy milyen eszközökkel. Az Efézus 6.13 egy versen később látjuk, hogy az Istennek is van egy fegyverzete, meg van egy emberi módszer, vagy emberi módszerek. Az Isten fegyverzeteiben menjünk tovább, vagy a következő versekben, csodálatosan leírja, hogy ebbe beletartozik hit, az Isten igéje, a készség arra, hogy bizonságot tegyünk, az, hogy tudjuk, hogy Isten megőrzött bennünket, hogy üdvösségünk van. Olyan fegyverek, amikre fegyverekről beszél, amivel harcolhatunk a gonosz ellen. Nem emberi eszközök, és ez is jól megmutatja, hogy saját harcaimat harcolom, vagy az Isten harcait. Ha emberi eszközöket használom, akkor a saját harcaimat. Ha az Isten eszközeit, akkor azok Isten harcai lehetnek. A másik, és a végcélben, hogy mit szeretnék elérni, mi a célom. Ez is mutatja, hogy saját harcaimat harcolom, vagy az Istennek a harcait. Máté 5.16-ban Jézus a hegyi beszédben, ez az egyik, kezdetén azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Ez az Isten harca. Amikor úgy akarok harcolni, hogy ebben látható legyen maga az Isten munkája. Ne én, hanem az Isten munkája. És a Máté 5.44-ben Jézus hozzátett, hogy az ellenségei, azt mondja, hogy szeressétek az ellenségeitek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Van ellenségünk. Nem mondhatom azt, ó, én mindenkit szeretek, de nem azért, mert jó velem, hanem lehet, hogy azért, mert az ellenségem. Ha pedig az ellenségem is meg akarja Isten tanítani, hogy hogy szeressem, mit jelent az, hogy imádkozzak érte? Például ennyi. Ez egy jól megmutatja, hogy mi a célom. És magad előtt tudod képzelni, hogy akit rossznak tartasz, rossz akarónak, azért mennyire tudsz imádkozni.
És Abigail elmondja a végén, és Dávid is azt mondja, hogy menj el békességgel, hogy Isten adta meg azt, hogy nem egy viszály, nem egy olyan tett lett ebből, ami nagyon rossz következményei járt volna Dávid életében, hanem az Istennek az ereje és a hatalma megmutatkozott. A mennyei békesség és a bölcsességnek a hatalma. A végén Dávid azt tudta mondani a 35. versben, hogy menj el békességgel, lásd, hallgattam a szavadra és megbocsátottam. Volt valami, ami átfordította a veszedelmet a békességre. Valami a rosszat, valami jó dologra. Olyan, amikor hallgatott Dávid, azt mondja, hogy hallgattam, és ezért tudott elmenni békességgel. A viszály, a viszálykodás, ami a szívemben van, és egymás között családban, az nem igazolható az Istennek. Mindig próbáljuk, az igazunkkal próbáljuk, hogy igazam van, ezért szabad veszekednem, vitatkoznom, haragudnom, és a többi. Ez lehetséges, hogy igazad van, de a viszály akkor sem, és az, hogy a viszályt fönntartani, szítani, az nem az Istentől van. Ne próbáljam igazolni azt. Jakab 3.14.15-ben nekünk, a gyülekezetnek mondja ezt az apostol, nem a világi embereknek, akik nem ismerték meg az Úr Jézus Krisztust, nekünk. Ha keserű rítség és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek, mintha ez jó lenne. Ez a bölcsesség nem felülről, hanem földi, testi és ördögi. A bölcsességnek, úgymond, amit úgy gondolunk, hogy az igazság bölcsesség az én életemben, annak van ilyen vetülete, földi, testi és ördögi is. Lehet, hogy az ördögihez úgymond el se jutunk, csak ilyen testi és emberihez. Habár mindegyikhez köze van egyébként. De ne próbáljam megigazolni a szívemben lévő rosszat, vagy veszekedést, viszályt, rossz akaratot, azzal, hogy hát ez az én igazságomat így kielégít. És ez biztos, hogy igazam van. A felülről való bölcsességnek egy békessége van az életünkben. A Jakab folytatásban azt mondja, a felülről való bölcsesség először is tiszta, békeszerető, méltányos, engedélyeken, írgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részlehajlós, nem képmutató, aki békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Akik békességben vetnek, békességet teremtenek. Ez az, ami utunk, hogy ezt a fajta békesség, a felülről való békességet, ami még egyszer nem ilyen emberi része a békességnek, hogy éppen nem háborúzunk, és azt hívjuk békének. Hogy most nem csatázunk, tehát béke van. A béke azt jelenti, hogy kész vagyok a másikért dolgozni és élni. És ebben benne van. Egyszerűen föl kell vérteznünk magunkat abban, hogy ebben a világban fogunk igazságtalanul szenvedni. A családban, a munkahelyen, a környezetünkben, még a gyülekezetben is igazságtalanul fogunk szenvedni. És nem az a megoldás, hogy fölháborodok. Vagy hát fölháborodhatok, de akkor nem, az nem fogja szolgálni az Isten igazságot. Meg kell keresnem azt, hogy tudok így is Isten kezébe szolgálni. Hogy tudok segíteni másoknak, akik talán igazságtalanok voltak. Mert segíteni kell, az biztos. Nem azt jelenti, hogy nem, hanem hogy hogyan tudok. Hogyan tudom a jóval legyőzni róla. Hogyan tudod úgy békét teremteni, hogy az az Isten békessége legyen. Hogy abban benne legyen az Úr, hogy amire áldást tud mondani. És azt mondani, hogy ott az Úr. Mert szükségünk van rá. Mert konfliktusok, nehézségek, igazságtalanságok fognak érni bennünket. Írd össze otthon. Nem most majd, gondolatait közül, hogy kire neheztelsz? Kivel van olyan gondod, hogy igazságtalan veled szemben? És miért érzed ezt? És kérdezd meg az Urat, próbáld meg, hogy mi a megoldás. Te nem találtál rá, vagy legalábbis érzed, hogy olyan megoldást találnál, ami nem lenne jó. Lehet, hogy csak azért nem használod ezt a megoldást, mert tudod, hogy az nem mész el megverni, pedig igény lenne rá. Mármint a szívünkben, hogy akkor így lerendezzük, mert jól megtanulná. Tudod azt, hogy azért ez nem az te utad.
De belül nem tudtad elengedni. Nem tudtál rendbe jönni még ebben a kérdésben. Ki lesz a te Abigailod? Ki lesz az, aki segíthet neked? Vagy melyik ige? Mikor jut el a szívedbe a békességnek a lehetőség? Hogy hogyan tudod ezt lerendezni? Hogyan lehet, hogyan fordul meg a viszály egy békességé? Az igazságtalanság nem múlt el, de mégis valami történt, hiszen pont Abigail próbálta valahogy ezt helyrehozni. Vagy pont fordítva, te kinek ez az Abigail a lehetsz, ahol meg tudod ezt fordítani? Ahol a békességet tudod megteremteni az igazságtalanság között is. Igaza egyedül az Istennek van. Mi is keressük a saját igazunkat, de benne fogjuk megtalálni a mi igazságainkat. Rajta kívül úgy fogod megtalálni csak az igazságodat, hogy ez konfliktusokkal jár, emberekkel kerülsz összetűzésbe. Vele együtt viszont a helyedre kerülsz. Akkor is lesz ellentét, sőt, valaki éppen ezért fog bántani, mind ahogyan Jézus Krisztust, a mi úrunkat is. De akkor már az Isten kezébe vagyunk, mert rámertük bízni magunkat az igaz bíróra. Amen.